Különleges lovak vannak itt mögöttünk. Árulj el nekünk, hogy miért éppen ezzel a lófajtával foglalkozik? Az Alteke fajta, nagyon ősi, teli vér. Van köze a honfoglaláskori lovas kultúránkhoz. Nagyon jó hátas ló, nagyon szépek, nagyon változatosak a színeik, hallatlan kényelmes. Ez a ló a 2000 évnél hosszabb története során úgy lett szelektálva, hogy kényelmes legyen. Azon kívül, hogy gyors, szívós és igénytelen, ez a kényelem az, amit leghamarabb észreveszünk. Ha ma fölül valaki, aki mondjuk közepesen tud lovagolni, nagyon hamar érzékeli ezt a különbséget. Hosszú hátuk van, olyan komfortot ad, mint az igazán jó autókból, a Rolls-Royce mondjuk. Színük is csoda, szép. Aranyfakó. A fajtára jellemző ez a fémes csillogás. Rövid, finom szőrük van, nem bundásak, még télen sem, finom bőrük, és a kínai történetírásban van egy mondat, amit azóta már nagyon sokan ismernek, aki a fajtával kapcsolatba került, ez a vértizadó mennyei paripák. Nekünk, magyaroknak milyen kötődésünk van ehhez az Alteke lófajtához? A honfoglaláskori magyar lovakban ez a genetika jelen volt, az Alteke genetikája nem bonyolult. A Kazárbirodalom a Fekete-tenger északi partján ezzel a keleti térséggel szoros kulturális és mindenféle kapcsolatban volt, meg mi is, tekintve, hogy a Kazária mellett eltöltöttünk olyan 200 évet, ha nagyjából satszolom. Úgyhogy egyáltalán nem olyan különlegesség, hogyha genetikailag jelen volt. Napjainkban kiváló sportló, vagy hogy hasznosítják a legjobban? A militári szakág az, ami legjobban teszteli a lovat, és ezzel tudunk a tenyésztésben is legjobban minősíteni, szelektálni, meg ezzel tudjuk közvetíteni az érdeklődő vásárlók felé, hogy mit tud a ló. Ez a militári szakág. Távlovaglásban szintén vannak most már azért jó páran, akik ezt a fajtát próbálgatják. Mi is voltunk tavaly is egy olyan versenyen, ahol hál' Istennek a dobogó, igaz, hogy az kezdőló kategóriában, de a dobogó összesejét elhoztuk, meg még egyet mellőle. Úgyhogy van esély rá, hogy ezek a lovak a sportban jó szerepeljenek, tehát ne csak kényelmesek legyenek, hallatlanul könnyed mozgásuk van. Az idomító lovaglásban, díjlovaglásban ez különleges esztétikai élményt nyújt. Finomabb a mozgás, könnyedebb, légiesebb, és én azt nagyon értékelem, meg sokan mások is. Hány éve tenyészti ezeket a lovakat? 94-től kezdve Mustafával jegyezve elindult ez a tenyésztés, nem egyedül mi vagyunk az országban. Sőt, most már ennek Magyarországon egy kiforrott tenyésztő egyesülete van, ahhoz tartozó tenyésztés szabályzattal, amit előírások, tenyésztési szabályzatok analógiájára meg kellett csinálnunk, és azzal a 40-50 fős kis közösséggel, akivel ezt a tenyésztést gyakoroljuk, ezzel 5-ről 6-ra megyünk.